80-as évek elején még pont hordták az emberek ezeket a színes poliester, piros, kék, fehér, piros, kék, sárga ruhákat. Ezt szerettem volna, mint egy ilyen kis hungarikum újrafogalmazni. Laktos Balázs vagyok, és az Ikra márkának vagyok az alapítója. Nem műanyagból van. Egy nap ez teljesen le fog bomlani, nem marad semmi utána. És addig is a bőr az bekopik, a színek kicsit elfakulnak. Mindegyik táska egy tulajdonosához hozzászokik, együtt öregszenek egy picit. Egy ilyen ideálunk az a világ, amikor az emberek még csak úgy kimentek egy tiszacipővel a lábukon, egy csíkos Adidas rövid nadrágból és egy szálpólóba egy ilyen régi alumíniumvázas hátizsákkal is körbejárták az országot. Azt gondolom, hogy ebben van valami minimál, letisztult és őszinte dolog. Nem kell ahhoz sok százezres uratáska, vagy bármi, hogy az ember olyan élményeket éljen át, akár itthon is, amik feltöltik és inspirálják a hétköznapokban.